mert az különösen is egybe cseng azzal, amit Szent Miklós üzen a világnak, hogy szeressük egymást, hogy törődjünk egymással, és gondoljunk a másikra, különösen arra, aki nehezebb helyzetben van, és vigyünk ajándékot neki, és ezzel szerezzünk örömet. Ez egyben advent üzenete is, és itt a szórványban ezt különösen is fontos, hogy meg tudják élni az emberek. Mi azért jöttünk, hogy ezt segítsük, és ezt a törődést, ezt a szeretetet akartuk kifejezni. Szívünk feldobog, az Isten húzott. Megjött, itt van újra Mikulás apu. A zsákjában piros alma és szörgő dió. Gyertek, menjünk hát elébe, nekünk is jöttünk belőle. Jaj, de nagyon jó Mikulás apu. A műsort, amit láttak, a Mikulás váró műsort, azt a vasárnapi iskolába járó gyermekekkel szerveztük, és ők szerepeltek. Több csoport jár vasárnapi iskolában, és két kolléganőmmel tanítjuk őket, és még van egy segítségünk, a Melinda, aki a Petőfi Sándor program keretén belül van mi nálunk. A gyerekek heti egy alkalommal járnak a vasárnapi iskolába. Nehéz a feladatunk, mert nagyon sokan már nem annyira értik a magyar beszédet. Nagyon sokan vegyes házasságból kerülnek mi hozzánk, ahol az édesapa magyarot már kevésbé értik és beszélik a magyar nyelvet, ahol még az édesanyja magyar, ott már inkább fel van tartva és jobban kommunikálnak. A vasárnapi iskolán írni, olvasni tanítjuk a gyerekeket, és különböző ünnepekre készülünk, mint most volt a Mikulás, ugyanúgy a farsang, anyák napja és hasonlók. Magyar osztály nincsen a faluban sajnos, mivel nincsen elég egykorú gyerek, úgy értem, hogy szeptemberben nem tudjuk elindítani az osztályt, mivel nincsen annyi fő, hogy egy magyar osztály legyen. Olyan gyerekekből, akik értik és beszélik a magyar nyelvet, hogy tudjanak a nyelven tanulni. Nagyon készülöttünk rá, sok gyerek van azért, ugye az óvodában is felkészítettük a gyerekeket, és ugye az iskolásokat. Hála jó Istennek, vannak jó tanárnék, akik sokat dolgoztak velük, és az óvónék is. Én nagyon meg vagyok elégedve az én munkatársaimmal, mert nagyon jól látom, sikerült az előadás. Örülök neki nagyon. Hála jó Istennek, az is, ahogy megkezdtünk az óvodát építeni, mert megkaptuk a régi egyház épületét, de nagyon rozogó nézett ki. Sikerült helyre felépíteni mindent, úgyhogy megkezdtük a magyar óvodával, hogy tudjuk a magyar nyelvet óvodától kezdeni, mert mivel már nagyon azért veszlik ki. Mókuska magyar a csőre, s megcsendel a kicsi száncsenge a csőnben. Itt van már az úton, tapara a hóban, terézsákja a tédoska hat a jóban. A Katolikus Karitász és a Via et Vita nagy családos egyesület együttműködésében nagy szeretettel jöttünk ide Kárpátaljára. Az ottani barátaink, Zuglóból főként, de a Zuglón kívüli barátok is nagyon-nagyon nagy izgalommal csomagolták a Mikulás csomagokat ezeknek a szórványban lévő gyerekeknek. És hát ugye mi is az üzenet ennek? Az üzenetünk az, hogy nem felejtettünk el benneteket. Itt vagyunk, fontosak vagytok számunkra még a szórványban is. Idejöve itt megtapasztalhattuk azt, hogy szeretettel fogadnak bennünket, megtapasztalhattuk azt is, hogy adni tudnak, gyönyörű szép műsort láttunk, és megtapasztaltuk azt, hogy ünnepnek, amikor magyarul beszélhetnek. Ez az üzenetünk, hogy nem felejtjük el, hogy ők itt magyarok, magyarul gondolkodnak, még ha beszédben nehézségeik is vannak,
de ezt a lehetőséget minél többször szeretnénk nekik biztosítani, hogy úgy érezzék, hogy a nemzethez tartoznak, és magyarul szólhatnak, magyarul gondolkodhatnak, és magyarul csatlakoznak hozzá, ünnepelhetnek. Én Ivan Krisztina vagyok, 10. osztályba járok, de én járkarok ukrán iskolába, de nekem nagyon akarom járkálni magyar iskolába, mert nekem nagyon tetszik magyar nyelv, és nekem könnyű őt tanulni, de nagyon messze van a Magyarország, és nehéz úgy nekem. Nekem nagyon tetszik magyar nyelvet tanulni, mert én mikor nekem apu magyar, de anyu nem nagyon tud magyarul, és nekem nagyon tetszik ez a nyelv, nagyon tetszik. És én nagyon szeretem őt vele, nagyon szeretem. Nekem könnyű vele beszélni. Az a legfontosabb, hogy tudjuk, hogy vannak, akik minket támogatnak, a munkánkat pozitívan ítélik meg, akik a hátunk mögött állnak, úgymond, és támogatnak a mindennapokba. Mert nagyon jó az anyagi segítség is, ugye el kell, de a tudat, hogy nem vagyunk egyedül, és hogy másnak is fontos az, amit mi teszünk, és figyelem kerül ránk, az a legfontosabb.